Sziasztok! Folytatjuk a sportfogadás.org-nak a podcastra, tehát és mivel a francváros Európa Liga meccset fog játszani jövő héten, vagyis a héten, attól függ, mikor hallgatjátok, ezért most a Pauk elleni meccsel fogunk foglalkozni. Viszont mielőtt azért belemegyünk itt, hogy mit is várunk majd a görög bajnok ellen, kicsit azért nézzük meg az esélyeket, miután azért itt az elmúlt három fordulóban három győzelmet aratott a Ferencváros, és ezzel eléggé megnövelte az esélyeit a továbbjutásra. És Robi, erről is kérdeznének, hogy kijött egy kimutatás igazából a Football Meets-től, az előző forduló után, amely azt mondja ki, hogy 97% esélye van a Fradinak arra, hogy meg az 1 24. hely valamelyike, és emellett 16%-ot ad arra, hogy meg lesz neki a top 8. Ugye most jelenleg nagyon-nagyon közel állnak a top 8-hoz, szerinted van realitása annak, hogy érdemes megfogadni azt, hogy a Fradi bejut a top 8-ba, vagy azt gondolod, hogy tényleg az a realitás, hogy itt a 8-tól 24. helyig lesz valahol? Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából én egy picit megpróbálnék itt a, a objektivitásoknak a találján maradni. Tök jó ez a három meccses ö, győzelmi sorozat. Ugye lássuk be, hogy a legkönnyebb meccsénken idézőjelben túl vagyunk, ö, ami a Kiev meg a Malmö volt. Most a PAOK ellen idegenbeli meccs azért az egy kicsit csücskös, mert hát hiszen Görögország tavalyi bajnok csapatáról van szó. A Frankfurtról ne is beszéljünk, német Bundesliga csapat harmadik az elben január közepén ö, E, az itthon lesz, vagy idegenben? Frankfurtban. Idegenben. Idegenben lesz, az is nehéz. És egyedül az acetát már lehet az, Pascal Jensen korábbi csapata január legvégén, ami, akik ellen hazai pálya játszunk, és ahogy nézem az átmárnak a formáját, az gyakorlatilag, ö, hát, 19. helyen vannak, ők is még bejutó helyen vannak, de nem lesz egyszerű csörte. Tehát én azt mondom, hogy a realitás az, itt elnyújtottam egy picit a szót, hogy ö, a 9-24. helyen fogunk végezni. Ez több szempontból is uh, szerintem í így lesz. Nem annyira jó jelen pillanatban ez a Fradi, még hogyha a nemzetközi poronton az utóbbi időkben össze jöttek az eredmények, hogy az predestinálja nekünk, hogy az 1 8 hely meg lehet. Uh, én ezt így látom, én szerintem a realitás az, ahol most vagyunk, és uh, azzal viszont egyetértek ezzel a hírportállal, hogy 97% az esély, hogy ott leszünk a tavaszi kieséses körben, ami szerintem megvan, mert innen elbukni 9 ponttal az már művészet lenne, hogy annyira sorolódjunk, és mindenki úgy elkezdje nyerni, meg egységet gyűjteni mögöttünk, hogy mi pont kicsúszunk 25. helyre. Én azt mondom, akkor nyugodnék meg a legjobban, ha most, vagy az ÁK már ellen legalább egy pontot összekaparnánk, 10 ponttal, de már most is ezzel a 9 én úgy érzem, ahogy a Malmö elleni meccs előtt is beszéltünk, hogy itt gyakorlatilag a FRADI már átlépte a továbbjutásnak a küszöbét. Én nagyon remélem, hogy nem, nem ö, ö, hogy mondjam. Nézzük félre itt a, a valós esélyeket, úgyhogy szerintem ezt a részt uh, Pascál Jánzen csapata teljesítette és én igazából a helyébe a bajnokságra koncentrálnék, nem tudom te mit gondolsz. Ön, egyetértek, ugye ez is jelöli azt, hogy az NBA egyre erősebb lesz így, hogy látjuk, hogy itt a Ferencváros virgongzkodik az Európa Ligába, viszont emellett meg ugye meglepő pontvesztései vannak a hazai bajnokságban. Na jó, azt csak vicce mondtam, miatt valaki komolyan gondolná. Ezt meglátjuk majd. Amit itt a százalékokra tudok mondani, hogy abban egyetértek, amit a, fradi Fradiról mondtál, de amúgy van olyan csapat itt a top mezőnyben, akire érdemes fogadni, erről pedig cikket is írtunk, és be is tettem ide a leírásban nektek, majd érdemes megnézni, hogyha esetleg más csapatra akartok fogadni, mint a Ferencváros. Most azonban maradjunk azért itt ennél a Pau összecsapásnál, és ugye kicsit olyan deja vu érzésünk lehet, mert ugye tavaly is ugye egy görög csapattal kerültünk össze itt a konferencia ligába, az eredményeket megnézve, hogy az Olimpiákos kétszer nyert ugye 1-0-ra, azonban mindketten láttuk azt a két meccset, azért ott lehetett látni, hogy nagy a különbség a kettő gárda között. Ugye abban az évben ráadásul nem is az Olimpiákos tett a görög bajnak, hanem a PAOK, mert amely három ponttal végül megelőzte őket, most ebben az évben annyit vázott a felállás, hogy egyenlőre egyelőre az olimpiákhoz vezet, és a PAOK van mögöttük három pontra, tehát nagyjából semmi nem dőlt el. Én ebből arra merek azért következtetni, hogy ez a PAOK nagyjából hasonló erőségű lesz, mint a olimpiákhoz volt tavaly. Ez azért azon két meccs alapján nem ad túlságosan sok esélyt szerintem a Ferencvárosnak. Hú. Ezzel lehet egy picit vitatkoznék, nem tudom, így első megérzése, bár nem követem a görög bajnokságot, megmondom őszintén. De nekem, hogy a tavalyi emlékeimet előássuk, abban teljesen egyetértek, hogy ami a Fradinak a két meccsen lövése nem volt a továbbjutásra. És nem azért, mert az olimpiakos... Hát, olyan verhetetlen lett volna abban az időszakban, hanem leginkább azért, mert... Hát a támadó játékunk gyakorlatilag, vagy ők ölték meg teljesen az offensív szekciónkat, vagy pedig, vagy pedig a Fradi nem fogott ki jó meccseket ellenük. De igazából én szerintem itt összetettebb a helyzet, ugyanis az olimpiakosz a bajnokságban szerintem azért maradt le a bajnoki címről, mert eléggé gyatrál játszottak az ősszel, tehát én úgy emlékszem, hogy nagyon nagy mélységekből jöttek föl és pront a Fradi elleni összecsapáskor táján valahogy már február-márciusban volt ez az ütközet. akkor volt egy edzőváltás, ugye bár a, a Szevijától Spanyolországból érkező Mendili érkezett, aki gyakorlatilag a, 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 hát nem azt mondom, hogy semmiből kaparta össze ezt a pireusi csapatot, de gyakorlatilag ő, 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 ő valami nagy mágus, hiszen ugye a Sevillával is nem tudom hány elgyőzelmet hozott össze korábban. És akkor oda került egy ilyen, hát nem is azt mondom, hogy szétesőben lévő Olimpiákos, hiszen a bajnokságban azt tudom, hogy, hogy tényleg mérőjöttek jöttek föl egészen a második vagy harmadik helyig egy késői tavaszi hajrával, és az, a, a konferencia pedig megnyerték vele. És igazából én onnan számítom az olimpiákosnak a valós erejét most már, hiszen most is vezetik egyébként aktuálisan a bajnokságot, amióta Mendy Libárt kinevezték. És igazából a pauok meg nagyon ügyes volt vagy mert kihasználta úgymond ennek a nagy riválisnak a, kezdeti őszi, hogy mondjam, gyengélkedéseit és, és a szakmai stábjuk, vagyis itt, illetve a klub vezetőség húzott ezzel, hogy a Mendi Libárt leigazolta, és helyre rakták az olimpiákost elég durván. Ettől természetesen nem azt mondom, hogy az olimpiákozból, ha kiindulunk, az, a, a, akkor képet kapunk arról, hogy, hogy, hogy a pauk még erősebb csapat. Szerintem amúgy nem. És, és, és ez ki is jöhet, mert hogyha megnézzük a, a, a pauknak a mostani elszereplését, akkor az minden szerintem csak nem éppen, hogy mondjam, kirakatba való. Tehát, hogyha megnézzük, jelen pillanatban PAOK nincsen benne, ha jól tudom, az első 25-ben az EL-ben, és ha minden igaz, most szerezték meg nemrég az első győzelmüket a kupa sorozatban, és hogyha megnézzük a Fradinak, szerintem kapaszkodó lehet az, hogy a PAOK két olyan csapattal is játszott az elmúlt öt elfordulóban, akik helyel közzel szerintem párhuzamba vonhatók a Ferencvárossal. Én itt leginkább a román fecseszebét gondolom, tehát a, a, azt hiszem a Stau Bukarestnek a, a jogutódját, akikkel hazai pályán játszottak ö, október 3-án, és 0 1 kikaptak egyébként a román csapattól, illetve még a Cseh Viktória Pilzenre gondolok, akikkel pedig kettő-kettőt játszottak szintén októberben, október vége felé. És úgy érzem, hogy a tabellen elfoglalt helyezés alapján mind a román, mind pedig a cseh válogatott helyek közel azt mondom, hogy a Ferencváros színvonalának megfeleltethető. És lehet látni azt, hogy mind a mellett, hogy a PAOK rosszul szerepel, ezek a csapatok rendre ponttal távoztak Szal Szalonikóból, sőt a románok ugye győzelemmel. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy a PAOK, a tavalyi bajnoki címe ellenére ö, nem számít olyan hú de verhetetlen együttesnek. Ráadásul szerintem pontszerzési esélyekkel mindenképpen utazik a Fradi Görögországba most. És ö, továbbá ez az olimpiakoszos párhuzam szerintem egy kicsit csalóka, mert az olimpiákhoz tavalyi szezonban én úgy gondolom nem volt egész végig ö, ö, olyan formában, mint ami év végén összejött neki konferenciára, a győzelemmel, stb. Nem tudom. Hogy gondolod te ezt? Szerinted ez így megállja a helyét ez az ellenér, vagy, vagy, tudsz erre rákontrázni? Hát igazából most egy oldalát megváltott a dolognak, de, de másik oldát is meg lehet ennek világítani, csak kettő tényt akartam itt mondani, hogy Ugye ebben az évben sincsen nagy különbség itt a Pauk meg az olimpiákhoz között, tehát ugye ugyanannyi ponttal vezet egyenlőre az olimpiákhoz a Pauk előtt, mint amennyivel tavaly kikapott, pedig most már ugye teljes szezonban ugye a Mendelibár volt. A másik, hogy ugye elmitetted azt a két csapatot, aki ellen ugye a Pauk vesztett, ugye a Pilsen és a Román bajnok is ugye itt van a Ferencváros környékén, Fradinak 9 pontja van nekik, 9 illetve 10, és a Fradi pedig olyan csapatokat tudott megvenni, akik ugye a tabella alján találhatóak főleg. Tehát, hogy akiket meg tudott verni, Dinamo Kiev full utolsó, Nisz nice előttük van egy pozícióban a 35. helyen, és a Malmö, amelyik pedig a 30. helyen van, tehát azért lehet látni, hogy gyengébb csapatokat vertek meg, illetve, hogyha már nagyon említetted az olimpiákhoz, aki ugye láttuk tavaly, hogy alapvetően egy jobb csapat, mint a Ferencváros. Nem gondolom, hogy azóta a Ferencváros a jelenlegi látképével amúgy jobb lenne, mint az egy évvel ezelőtt Ilyen az a Stankovics felcsapat, ami ugye tavasszal az NBA-be utána folyamat gyűjtötte be a három pontokat ők is jelenleg a Fradiná gyengében szerepelnek az Európa Ligába. Épp azért mondom, hogy lehet, hogy azért az Európa Liga tábla nem annyira mérvadó. Illetve, amit még hozzátennék, ugye, hogy a PAOK éppen ugye ott van a küszöbön, hogy ugye bejut vagy nem jut be, top 24 megy tovább, ettől most egy helyre vannak a görögök, tehát, hogy nekik ugye ez egy ilyen utolsó utáni esély. Az előző forduló is ez volt, hogy meg kellett verni a, a rigát idegenbe, megvertek őket 2-0-ra, és akkor, hogyha most ezt még begyűjtik, akkor viszont értelem szerint viszont közel kerülnek a továbbjutáshoz. És azt gondolom, hogy mind a pauktól, mind az olimpiákoztól azért az elvárás itt az Európa Ligába, hogy ott legyenek tavasszal. És azért szerintem erre a keretet én is így átnéztem, azért van nekik reális esélyük, mert hogy ez van annyira jó csapat, hogy ott legyen a top 24-be. Mit vársz ettől az összecsapástól, mert hogy azért az biztosan hogy eléggé szoros lesz, azt jel, tudjuk, hogy a Fradinál Varga Barna ugye eltétását fogja majd élvezni, tehát ő kap legalább egy hét pihenőt most akkor Janszentől, ez azért meghatározó lehet a Fradi támadó játékára nézve. Hát ez így van, főleg annak tekintetében, ha látjuk, hogy Varga Barna vezeti az elnek nek a górlövő listáját, ami, ami szerintem egy óriási fegyvertény. Ö, hát igen, neki az kiválása nagy érvágás lesz, tekintve, hogy Szaladánya ugye nem 90 perces játékos. Alexander Pesicet hagyjuk is, szerintem nagyon meglepődne a őt nem kezdenénk el kiárulni innen nagyon gyorsan. Traoré sem nagyon lövi a gólokat, Grúbe, hát ott van még Gruber zsombor, tehát igen, elég nagy bajban vagyunk, hogyha a Varga barna meg van lőve támad -e a szekcióban. Itt még talán a középpályáról kádi az, aki mostanában olyan formajavuláson kezd átesni, hogy ő akár még, hogy mondjam, góllövési szempontból potens faktor lehet, az akár mellett mondjuk. De igen, tehát a Vargának az elvesztés, ez nagyon nagy érvágás, ebből a szempontból én arra gondolok, hogy eléggé defenzíven fogunk pályára lépni. Nagyon meglepődnék, hogyha neki mennénk a görögöknek, hiszen nagyon kedvező helyzetben vagyunk az EL-ben. És hát ö, most ö, például van mit ö, a védelmen csiszolni a Jánzernek így a Debreceni hétközi mérkőzés után. csütörtök este volt egy ominózus meccs, ahol a Fradi 5 kapott. Ami, amire nem tudom mikor volt utoljára példa, úgyhogy ö, a védelemmel óriási problémák vannak. Ö, más kérdés, hogy azért az EL-ben hogy mondja, mit jön be az a faktor, amiről beszéltünk az előző podcastben, és abszolút teljesen igazad volt, hogy teljesen másfajta kaliberű csapat lép a EL-ben pályára, mint az MB1-ben, és hát kiderült az is, hogy a védelem is a óriási megerősítésekre szorul, hiszen, hogyha például azt a, azt a hátsó szekciót, akik az elben ben szoktak mondjuk kezdeni, gondolok a Sissé, Gartenman, Ramirez, meg a Makreckis Mag 4-esre, ugye Raúl Gustavo hosszú ideje sérült, és nem is lesz most még egy ideig hadrafogható, akkor azt mondom, hogy viszonylag stabil ennek a Fradinak a védelme. De mihelyt bekerülnek a képbe olyan játékosok, mint, és bocsánat, nem akarom róla lehúzni a keresztüzet, hiszen már a fél Fradi szurkolótábor megtette, de mint például a Szalai Gábor, akkor ott látható, hogy óriási problémák vannak. Tehát, vagy éppen aki már kifelé futó Botka Endre, tehát nincsenek minőségi cserék, muszáj Jánzennek rotálnia, és hát most gyakorlatilag úgy gondolom, hogy ö, mivel a támadó szekciónk le van fejezve, és a védelem sem ilyen stabil lábakon, megpróbálunk a lehető legjobb kezdővel kiállni a hátsó szekcióba, és egy underes meccsen, hogy mondjam, megpróbálni megszerezni a győzelmet, vagy éppen egy döntetlen is tökéletes lenne ez esetben a Fradinak Görögországban, szemint szóval, mondtam, tök jó helyzetben vagyunk. Úgyhogy én olyan játékképre számítok rátérve a kérdésedre, ahol a görögök, mivel nekik életbe vágó, ahogy mondtad, az, hogy mondjuk talpon maradjanak a tavaszi kieséses szakaszra, minden bizony a hazai pályán megpróbálják majd a Ferencvárost felülrölni. Úgyhogy én kőkemény görög rohamokkal számolok, remélem a védelmünk jobban fog muzsikálni, mint a Debrecen ellen. Nem azt mondom, hogy beáldozzák ezt a meccset, de én szerintem a tipikus idegenben jó az X attitűddel fognak pályára lépni Szalonikiben. Mit gondolsz erről? A utóbbi vágy szerintem is bőven jóakik akik az X. Szerintem ők is tudják reálisan, hogy a top 8-at nem fogják elérni, főleg így a tekintve. És igazából úgy itt a... azt nem gondolom viszont, hogy beádozzák a meccset. Tehát hogyha... Te azért látjuk, hogy az a fő probléma a Ferencvárosnál, hogy ki tudnak rakni egy jó kezdőt. Azonban amikor már ezt megkezdi bontani Janssen, akkor már lehet érezni, hogy ott egy minőségbeli lecsúszás van, az viszont szerintem, hogy nem pihenteti a játékosokat, az meg kicsit olyan, hogy két végéről égeti a gyertyát tehát hogy ez így azért is vesztenek most sok pontot, mert lehet látni, hogy igazából nem a rotásokat, de hogy azok a játékosok, akik alapot jobban is tudnak teljesíteni, egyszerűen elfáradnak. És ez itt a fő probléma, és amit te is említetti, ugye, hogy vannak a -e játékosok, akik bekerülnek a kezdőbe, utána viszont nem, nem, tudnak ugye jól teljesíteni. Tehát, hogy nagy a szakadék a kezdő között, amit szerencsére jól megtalált legalább Ez ezért szerepelnek szerintem jól az Európa Ligába, és azok között, akik a padról be tudnak állni te is említette, ugye itt Pesicset, akire hát most igazából szerintem valamilyen szerel fog hárulni, mert egy szádnánja nem bír 90 percet, Varga nincsen, és ugye így valakinek kell játszani, és most nem azért ő átbe így csereként, de akár megemlíthetnénk itt ugye mondjuk Missy Jant is, akit ugye nem tudom, emlékszel, hogy pont az, azt nyilatkozták róla, hogy nyáron ugye hogy azért hozták őt ide 31 évesen, ugye, mert ott egyből be lehet tenni a kezdőbe, így, meg úgy, aztán játszott összesen három meccset, tehát, hogy voltak itt eléggé nagy félrenyúlások, mellette viszont ugye vannak nagyon pozitív karakterek, és akik kicsit fel tudtak nőni a fejadathoz, ilyen volt például Kadi, aki meg hétről hétre jobban játszik, de nyilván hát valamikor neki is kell pihenőt adni, majd még azt megnézzük vasárnap, hogy a Zete ellen hogyan fog felállni a Fradi, ott ugye valószínűleg mindenképpen három pontot kell nekik szerezniük, de hát hogyha ott meg a legjobb kezdőt küldik ki, akkor meg ugye nagy kérdés, hogy majd a pauk elleni rohamokat hogyan fogják állni. És uh, talán ezzel is mennék a tovább, mert ugye itt nagyjából már megalapozta egy tippet, szóval akkor most kezdjük is uh, talán innen, hogy uh, az elgondolásod alapján azért úgy látom, hogy te látsz benne egy két és fél gól undert, aminek olyan 1.90 körül van most jelenleg a szorzója. Uh, jól látod. Igazából Vargának a, a, a kiesése az mindenképpen az under felé húz engem. Tehát ö, megint ugyanaz, mint egy pár perccel ezelőtt. Én valamiért összes a román meccshez, a görög-román meccshez viszonyítanék ugye a Bukarest és a, és a PAOK összecsapásához, ami 0-1 lett. És hogyha megnézi az ember, nem láttam a meccset, csak statisztikákat. Úgy nyert a román csapat a, fő, a görögöknél, hogy szinte azt mondom, hogy a statisztikák alapján egy a görögök. Találtak egy gólt a románok, kivédekezték, behúzták. Úgyhogy én, én, valami hasonlót várok a Ferencvárostól, hogy azért remélem eredményesek leszünk Görögországban. Illetve hát lehet, lehet látni, hogy a tavalyi olimpiákos elleni meccsen is 2-0-1 született, tehát azt mondhatni, ez is egyfajta ilyen, hogy mondjam, indikátor lehet akár, hogy, hogy kimenetel, gólos kimenetel terén inkább az under felé menjek. Több értéket érzek benne, mint az overben jelen pillanatban de igazából nekem a fő tippem nem is a gólok felé mentek el, hanem kicsit paradox módon a Ferencvárost favorizálnám. <laughs> Annak ellenére, hogy mondtam, hogy ezt lehet, hogy el kéne valamilyen szinten engedni ezt a meccset, és nem úgy, hogy vereséget szenvedjünk, csak nem úgy állnak szerintem a meccsképét megelőzően, vagy meccskezdését megelőzően a csillagok, hogy ez nekünk kedvező legyen mint például a Malmö ellen pár hete, ahol lazán lehetett a Ferencvárost így előzetesen ajánlani favoritként. Viszont, viszont, ugye befolyásolja itt az érveimet a fogadási kínálat. És a fogadási kínálatban azt láthatjuk, hogy 1.82 körül adják, 1.80 körül a PAOK szorzóját, 4.50-en a Fradit. Na már ilyenkor nekem bennem van rögtön az, hogy értéket keressek. És hogyha most megnézem a pauknak az elben nyújtott teljesítményét, megnézem a Fradinak az elben nyújtott teljesítményét, még annak ellenére is, hogy olyan csapokatokat vertünk, akik mindegyik a tabella alsó felében vannak. ezzel alól most a Pauk se kivétel, ha azt nézzük tényszerűen. Akkor én azt mondom, hogy ez ebben a 4.50-ben lehet érték. Miért ne jöhet neki az a verzió, hogy tényleg jól működik mondjuk a, a, a Fradi Retesz, és, 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 tényleg a görögök nehezen tudnak minket feltörni, ha egyáltalán fel tudnak. Én azt mondom, hogy 4-50-es szorzón meg kell tenni a Fradi győzelmét, mert az szerintem nem valid dolog, nem nincs benne annyira nagyon a forgatókönyvben. Viszont alternatív piacon nekem például arra, hogy Ferencváros vagy döntetlen, tehát hogy még elérünk egy X-et duplázó szorzó körül, az, az, nekem tetszik egy kicsit. Tehát, hogy, tehát igen, itt vacilálok pár nappal a meccs előtt, még addig ez letisztul bennem, hogy mire, Mire helyezzek tétet? A két és fél under a gólok terén, illetve ez a fradivaj döntetlen. Úgyhogy segíts nekem, te hogy láttad, ezek mellette hogyan be ez esetlegesen? Um, én végezményből pont a másik ellenkezőjét érzem. Én, én szerintem ezt a PAOK uh, be tudja gyűjteni, ezt a három pontot, bár itt azért nagy kérdés, hogy ők is hogyan állnak hozzá. Tehát itt be akarják -e gyűjteni, hogy kell nekik az a továbbítás. Én azt gondolom, hogy igen, mert nagyon ott vannak a határon, és uh, Nekik ez a nyerhető mérkőzés hazai környezetben. Én ezekába ezt az utcát írtam ki. 182 82 áll most jelenleg, ott nem fogadnám meg, de egy kicsit ilyen magasabb, egy 90 duplázó szorzón szóval én inkább a paukra tennék, szóval ott, ott, annyira nem értek veled egyet. Igen, ezt, ezt akartam kérdezni, hogy a jelenlegi határon behúznád -e. Tehát az 1,80, én, én most tényleg így a szempontjából, ha már duplázó fölött lenne a pauk, akkor már én is elgondolkodnék máson, de a jelenlegi ott határokon, az 1,80-on én nem húznám be. De hát függetlenül most nem mennék rá az X2-re tehát lehet, hogy azért, már láttam a Debrecen elleni kaotikus meccset, és az egy kicsit elvette az emberi életkedvét attól, hogy itt majd az Európa Ligában szerez pontot még a Ferencváros egyáltalán, Uh, nyilván annál jobb lesz a csapat, de, de, azért utána nem merném behúzni, illetve azért az emlékeimben elég erős teljesen megvan az olimpiákos elleni meccs. Ott, ahol igazából kiába 2-1-0, szerintem sansza nem volt a Fradinak arra, hogy ott tovább tud jutni. Nyilván, hogy később megnyerte az olimpiákos a sorozatot, de én, nekem az jön le itt a számokból, hogy itt a két csapat között, az olimpiákos és a Pauk között nincs olyan nagy különbség és épp ezért mondom azt, hogy, hogy szerintem itt a Pauknak lesz rá is esélye megnyerni ezt a meccset. Nekem magasabb szorzóként a X2-höz, megmondom őszintén. Tehát a duplázó feladat még ilyen 2,3-2,5, azon már behúznám, de, de most jelenleg szerintem amúgy reálisan vannak belőle a végeredményszorzók. Az Andert én is felírtam amúgy, szerintem az reális. Próbáltam itt egy kicsit jobban kombinálni. Megmondom őszintén, miatt megnéztem volna az otcokat, előtte volt egy elgondolásom, és azt hittem az hogy működni is fog. Ez pedig az lett volna, hogy a Fradi nem lő gólt, mert ugye tudtam, hogy Varga Barna eltiltott, azért szerintem nélküle fog szenvedni a támadó szekció. Viszont én a Fradi 0ra 2.75-ös szorzót írtam fel magamnak, ehhez képest most a jelenlegi szorzó 2,4 körül van, ezt meg így szintén nem tartom akkora értéknek amúgy, mert hogy azért ennél magasabbra számítottam, és azért mostanában a fradi -nak jöttek azért a gólok itt az Európa Ligában, tehát amúgy a statisztika se bizonyítja azt, hogy ezt ennyire alacsonyan kéne nekik amúgy meghúzni. Uh, amivel egyetértek, az attól fettő függetlenül a kevés gól. Ugye ez az olimpiák a is kevés gól volt, én is azt gyanítom, hogy főleg a védekezésre fogunk koncentrálni, mert hogy szerintem támadásra nem fogunk tudni annyira koncentrálni, épp az az, hogy kontrákból próbálunk majd ellépni, és épp ezért uh, ami nekem erős volt, az a mindkét csapat szerez gólt nem opció, tehát ugye valamelyik ugye nem lő volt, ez amúgy duplázó szorzon van. És ez azért a, Előző Ferencváros eredményeket ettől eltekintve, azért a PAOK meccsein szokott jönni, ugye tavaly is jött az olimpiákos szellem, szóval én ezt egy erős szorzónak gondolom, illetve amit még megnéznék majd, az pedig a szögletopciók lesznek, méghozzá az, hogy a Ferencváros szerintem nem fog sok szögletet rugni, és ezt abból kifolyólag gondoltam, ugye hogy alapból arra számítunk, hogy itt a PAOK fog kezdeményezni, illetve a másik az az, hogy a Ferencváros a szélem való támadásokat annyira nem erőlteti, és épp azért rúgnak rendkívül kevés szögetett meccsenként. Tehát, hogy ők ugye valószínűleg majd kontrákból próbálnak majd elrohanni, és ez általában azért ugye kevés szögetet szokott eredményezni, viszont szöglet variációk még nincsenek. Szóval így össze összesítve most a jelenlegi kínálat alapján, azt mondanám, hogy a kevés gól, az működhet ezen a meccsen, de ugye ott van benne egy kicsit a félsz, ami volt a Malmö és a Kiev és ami ezt fel tudja nám az majd a szöggett opciók, ami a következő egy-két napban fog érkezni. Hát igen, és, 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 és ha visszagondoltok, hallgatók, a, a Malmö ellen is gyakorlatilag itt a, a sportfogadás.org oldalán a cikkben szögletopciók voltak, ha jól emlékszem, és ami 240-es otthon tökre jól ült az Under. Tehát a podcast időpontjában még nem volt mostanihoz hasonlóan ilyen fogadási piac, és a meccs előtt 48 órában már lehetett fogadni, és hát Tomi jó volt egy tök jó szorzós tippült viszonylag nagyon simán. Úgyhogy érdemes lesz mindenképpen a sportfogadás.org oldalára is elkalózolnotok magatokat Fradi meccs előtt mindenképpen, mert lehetséges, hogy pont ez a Tomi által adott szöglet opciós fogadási terv. Ad majd esetleg olyan occot, amit érdemes lehet rizikóztatni. Hiszen, mint láthatjátok, itt a kimeneteles fogadások terén volt egy kis, hogy mondjam, ellenérvelés, hogy én a Fradira mentem volna, Tomi a Paokra, de a gólok terén viszonylag mind a ketten egy ánderes meccset várunk, tehát valamennyire közeledtek más opciók terén az álláspontok. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy ti hogy látjátok a podcast alapján a, ezeket a, a tippelési ötleteket, van-e más megérzésetek a meccsel kapcsolatosan csütörtök este fog 18.45-től kezdődni ez a mérkőzés, úgyhogy bőven lesz idő itt a felületeinken kommentálni, várjuk meglátásaitokat. Igen, a cikket pedig majd megtaláltuk a leírásban, oda, ott teszek majd azok az otcok, amelyek éppen akkor validak, amikor posztoljuk a cikket, meg valószínűleg a podcastot is, és akkor reméljük addigra majd a szövegeteket is majd be tudjuk már foglalni. Csütörtökön tehát akkor a mérkőzés, és akkor ezzel zárjuk igazából az ez évi podcast sorozatunkat, de majd jövőre folytatjuk a maradék két Európa Liga meccsel, addig meg mindenkinek jó sportfogadást, meg meccsnézést. Sziasztok!